Szúnyoggyérítés lesz Gárdonyban július 3-án a napnyugta utáni órákban. Sötétetés után írtják majd a megszaporodott szúnyogállományt. Az önkormányzat közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, készüljenek fel az esti órákra. A szabadon tárolt gyermekjátékokat, élelmiszert és ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarítsák le. A kezelés idejére, illetve az azt követő egy órában javasolt az ablakokat és az ajtókat zárva tartani, valamint a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket is érdemes fogyasztás előtt megmosni. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlan tulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangó vízgyülemeket. A készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik, ugyanakkor a kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szúnyoggyérítés pótnapjai július 4-e és 5-e.